Az országgyűlés 2000. június 13-án döntött úgy, hogy február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánítja. Ezzel Közép- és Kelet-Európában elsőként Magyarország szentelt emléknapot a kommunizmus áldozatainak. Azoknak, akiket az elnyomó hatalom megsemmisített, vagy akik évtizedekig viselték nyomait a megpróbáltatásoknak. Kispesten a városvezetés nevében Vincek György alpolgármester mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, nem csak hivatalból, hanem magánemberként is adózik az áldozatok emlékének. Az emberiség története, amelyről tudunk, egy végtelen önmagát ismétlő történelem, amikor az ember, aki tudatosan képes irtani önmagát, mindig megtette ezt. És bár mindig a legutolsó eseményekre emlékezünk, és pont a kommunizmus az, ami történetileg a legközelebb időpontot jelenti a most élők számára is, és ez hagy nyilván legmélyebb nyomot. De ha végig gondolunk a történelmünkre, akkor azért rengeteg más népirtást, terrort, háborút tudunk emlékeinkbe idézni. A kommunizmus áldozatainak számát nem lehet pontosan tudni. Az 1997-ben Párizsban megjelent 6 szerző által jegyzett, a kommunizmus fekete könyve elnevezésű levéltári kutatások és becslések alapján világviszonylatban mintegy 100 millióra teszik ezt a számot. Ennyi ember vesztette életét kivégzés, éhínség miatt vagy kényszermunkatáborban. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy ezekre az emléknapokra azért van szükség, hogy ilyen tragédiák ne történhessenek meg újra. Mindenkinek van felelőssége, aki akár itt Kispestenél, akár Magyarország más településén, hogy a saját tetteinkkel ennek veszélyét, a visszatérés, az újraismétlés veszélyeit elkerüljük, vagy csökkentsük. Persze mindenkinek más a felelőssége, attól függően, hogy milyen helyzetben van, de mindenkinek van dolga. És a dolog az ott kezdődik, hogy a családodba tudsz-e békét teremteni, a közösségekbe tudsz-e békét teremteni, ha elviseled egy településen embertársaidat, és tudsz vele együtt dolgozni. Kispesten is rengeteg embert érintett ez, ha másként nem a félelem az, ami gyökeret vert jobban a szívekben, akkor, amikor konkrét emberi sorsok mentek tönkre, jutottak el az akkori Szovjetunió munkatáboraiban, és ez a félelem vezérelte nagyon sokáig a magyar népet, és hála az égnek 89-90-ben ez a félelem ez elporlat. Bízunk benne, hogy ez a félelem a múlté, és hogy ez a megemlékezés is segít abban, hogy ez ilyen típusú cselekmények, ami ilyen félelmekre adnak alapot, ezek megszűnnek az emberi magatartások körében. Az áldozatokra emlékezve Gajda Péter polgármester, Kertész Csaba, Varga Attila és Vincek György alpolgármesterek, valamint dr. Bernát Péter, a polgármesteri kabinetiroda vezetője hajtott fejet az emléktábla előtt, majd egy-egy szál virágot helyeztek el a Málenki robotra elhurcolt kispestiek emlékművénél a templom téren.